Imapercek dr. Szalai Gábor atyával. Húsvétot megelőző időszak a katolikus egyházban a nagybőtnek nevezett idő. Ez alkalmat teremt arra, hogy mindannyian keresztény emberek, Istent kereső emberek rádöbbenjünk arra, hogy mindenkinek az életében vannak olyan pontok, ahol sajnos nem sikerült ellent állni a kísértéseknek, és az Isten szeretete ellen vétettünk, parancsait nem sikerült úgy megtartanunk, ahogyan ő talán ezt várta volna, bizonyosan várta tőlünk. És ilyenkor rádöbbenünk arra, hogy bűnös emberek vagyunk, rászorulunk a megtisztulásra, de valahogy nehezen jön az a késztetés, hogy beismerjük a bűneinket, vétkes mi voltunkat. Pedig az igazán nagy bűnösök is képesek arra, hogy Isten kegyelméből megbánják a bűneiket. 1902-ben Netuno településen történt egy szörnyű gyilkosság, egy 12 éves kislány, Goretti Mária saját szüzessége, védelme alkalmával egy Alessandro nevű fiúnak ellentállt, aki először csak szóval bántalmazta, később azonban fizikailag is, és mivel ő nem engedett neki, ez a szent életű kislány, ezért 14 készszúrással megölte őt. Halála előtt a kórházban haldokolva a kislány megbocsátott gyilkossának, ő azonban, akit 30 év kényszermunkára ítéltek, egészen megkeményedett szívvel viselte ott a kényszerűséget, a kényszermunkát. Azonban egy alkalommal minden bizonnyal Isten kegyelmének is köszönhetően teljesen megváltozott, megbánta a bűnét, vezekelt, és ott a börtön évek alatt is megmutatta megtérésének a külső jeleit is. Amikor pedig kiszabadult, meglátogatta Goretti Máriának az édesanyját, és bocsánatot kért tőle is. Ő pedig megbocsátott, és ezt mondta, ha Isten megbocsátott neked, én miért ne bocsátanék meg. És az a különleges esemény is megtörtént 1950-ben, hogy a 12. Pius pápa szentíavatta ezt a kislányt, Goretti Máriát, és nem csak az édesanyja érhette meg ezt a jeles alkalmat, de ott volt a szentíavatáson a gyilkos, a börtön évei alatt megtért Alessandro is. És a közelmúltból is ismerhetünk mi is hasonló eseteket. Talán többen emlékeznek arra a szörnyű móri banklabdásra, amelyben 8 ember is életét veszítette. Az egyik fontos szereplője ennek a rabló gyilkosságnak, akit életfogytiglani börtönre ítéltek el, ő maga is megtért, mint az nemrégiben kiderült. Akkoriban, amikor börtön éveit tölteni megkezdte, megkeresett egy hívő, hogy mondjak érte szentmiséket rendszeresen. Ő ezeket fölajánlotta, és sokat is imádkozott érte. Aztán a későbbiekben eljutott hozzám is az az információ, hogy ez a férfi a börtönben megtért, és egészen más életet kezdett ott élni. Nyilván a szabadulás reménye nélkül, nem földi érdekek miatt tette mindezt, és börtönben rabtársai számára is egyfajta lelki vigaszt próbál nyújtani, mind a mai napig, sőt, ott a börtönben elvégezte a teológiát is. Mindezek a példák arra figyelmeztetnek bennünket, hogyha fölfedezzük az Isten kegyelmét, ha nyilván nem ilyen súlyos bűnben élünk is, de bármilyen vétkünk, gyarlóságunk, visszatérő rossz szokásunk van, azt képesek vagyunk őszinte bűnbánattal az Isten elé térni, tartani, akkor azoktól az Isten megszabadít bennünket, megbocsátja bűneinket. A kiengesztelődés a legnagyobb ajándék, amit az ember kap földi élete során, lehetőségképpen az újrakezdésnek a lehetőségét. Ebben a nagybőjt időszakban mi is próbáljuk megélni mindazokat az önfegyelmezés, a nagyobb, több imádság, a jó cselekedetek gyakorlása által azokat a lehetőségeket, amelyek megmutatják a számunkra az utat az Istennel való kiengesztelődésben. Nagyon sokszor
megtapasztalhatjuk mi is azt, hogy mennyire felszabadultá válunk, hogyha egy jó Szent Jónást követően letesszük a bűneinket ott, és szinte a megtisztulást fizikai értelemben is megtapasztaljuk. Adja meg számunkra, jó Isten, hogy ezeket a nagybőjti napokat úgy használjuk föl, hogy annak eredményeképpen nem csak, hogy húsvétra leszünk tisztábbak, de bűneinktől megszabadulva szabad emberekként élhetünk itt a Földön. Vannak, akik fizikai értelemben megtérésük ellenére börtönükből nem szabadulhatnak, de minnyájan szabadok lehetünk, hogyha a bűn rabigáját eltaszítjuk magunktól. Forduljunk oda égi édesanyánkhoz is, a boldogságos Szűz Máriához, és kérjük, hogy járjon közben érettünk Szent Fiánál, Jézus Krisztusnál, aki a mi bűneinkért engesztelésül halt meg a kereszten, Golgotán. Szűz Mária, bűnösök oltalma és menedéke, könyörögj érettünk.